Elkészült a Móricz Zsigmond Színház következő évi műsorfüzete. 5 nagy színpadi produkciót tervez az új direktor, ezek közül az első a Dollárpapa lesz. Megújuló és az értékeket megőrző évaddal várja a színház a nézőket szeptembertől. A közönség 12 bemutatót láthat majd a teátrumban. A stúdióban itt van velünk Slanger András, jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét a nézőknek és jó estét kívánok! Tehát ezek a tervek nagyon röviden. Milyen lesz az évad, a következő évad szeptembertől? Mire számíthatnak a színházba látogatók? Hát láttam itt ön előtt, ezt el is loptam egy kicsit, ezt bemutatnám a nézőknek. Ugye ez a műsor füzetünk, és ebben fel van sorolva minden. Nagyon tudom, hogy nincs sok időnk, nagyon nehéz erről röviden beszélni. Én ilyennek gondolom, mint ez a műsorfüzet. Tehát egy nagyon erős jelet szeretnénk adni arról, hogy az a színház megújul, hogy egy frissebb, új szellemiséget hoz. És tényleg ezek a szavak, hogy a szívre, észre, érzelemre ható színházat, ami egyszer kortárs, egyszer a hagyományos értékeket képvisel, ugyanakkor, ami a pályázatomban is szerepelt, hogy szeretnénk nagyon közönségbarát színházat csinálni. Tehát, hogyha csak néhány bemutatót sorolok a nagy színpadon, a Dollárpapával nyitunk, ami egy Gábor Andor vígjáték, zenés vígjáték, ugyanakkor jellemző rá, hogy nagyon aktuális társadalmi kérdéseket boncolgat. Ebben Józsa Imrét hívtuk meg vendégként a főszerep Dollárpapára. Aztán játszunk például Molière-t, ami egy nagyon híres klasszikus vígjátéka, és az eredeti íj és fordításban versesen játszuk. Lesz klasszikus operett az operett kedvelőinek, Bála Savoyban, ezt Novák Eszter rendezi, de lesznek kísérletező előadások is, például egy Egressy Zoltán ősbemutatót, az is egy óhozat a Kamaraszínházban, vagy egy másik ősbemutató Taurin forradalomban, amit szeretnénk kifejezetten az ifjúságnak csinálni. Ez egy zenés program lesz, de úgy zenés, hogy nagyon fiatalok írták a zenét egy pályázaton, ebben van pop, rock, punk, rap, mindenféle, ez a fiataloknak sokat mond, alternatív zenék, illetve hát a klasszikus értékek mentén is haladunk, mert lesz Hrabá bemutatónk, Ivók Robotot nyertük meg ennek, a világhírű cseh rendezőt, de Molnár Ferenc Ördögét is játszok, ami szintén egy nagy klasszikus. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon színvonalas, nagyon igényes és nagyon változatos program lesz, ahol minden pici előadásban, vagy minden előadásban van egy olyan pont, ami különleges, ami kuriózom, amiért érdemes eljönni hozzánk. Ugye én is fogom ezt a kis programfüzetet, nem véletlenül, mert itt a belvárosban egyébként a legnagyobb bevásárlóközpontnak az ablakán is feltűnően reklámozzák, illetve hát megmutatják, hogy mit kínálnak a következő évadban. Júliustól ön új igazgatója színháznak. Milyen színházat szeretne a jövőben? Ugye ez az első évad, ahol megmutathatja azt, hogy hogyan is szeretné szakmailag is az útját igazgatni a színháznak. Hát ez nagyon egyszerrészt nagyon bonyolult kérdés, másrészt nagyon egyszerű. Egyszerűen jó színházat szeretnék csinálni. Egy vidéki színház, hogy ez minősítés legyen. Tehát egy ilyen városban egy darab színház van. Tehát egy pesti néző, ha mulatni akar, elmegy az Operettbe, vagy a Madách Színházba, ha komolyabbra vágyik, elmegy a Katona József Színházba, vagy az Örkénybe. Egy ilyen színház, mint a Nyíregyházi Színháznak, jogilag az a besorolás, hogy egy tagozatú prózai színház. Tehát mindenfélét kell játszania, tehát a színház önmagában is nagyon sokféle. Amitől jó az az, hogy egyfelől tehetséges embereket tudunk megképzelni, akár a rendezőket végignézzük, akár a darabok címeit, akár a színészeket, mindenhol minőséget látunk. Aztán a másik, ami szerintem nagyon fontos, amitől jó a színház, az az, hogy az benne résztvevő alkotóknak nagyon figyelniük kell az aktuális világra, amiben a színház születik. Tehát egy aktuális művészet, a színház aktuális pedig akkor érvényes, és akkor modern, és akkor érdekes, ha nagyon belehelyezi magát abba a világba, amelyikbe születik. És tulajdonképpen olyan történeteket kell elmesélni, nekem a színház mindig történetmesélést jelent, ami a mai nézőnek mond valamit, akár úgy, mint a műsor, akár a szívét érinti meg, akár a lelkét, akár az agyát, és ebből a sok elemből, tehát ha tehetséges ember jó történetet mesél el olyan formában, ami aktuális, és ez az aktuális dolog reflektál a világra, amelybe születik, én azt nevezem jó színháznak, és ez a jóság független attól, hogy ez egy zenés darab, egy klasszikus, vagy mesedarab, vagy micsoda, ennek át kell sütni mindenhol, és lehet annak a szeretetnek, amelyen a néző fogadják, és amit a benne részevőkből árad ez a koncentráltság. És azt is mondja, hogy ez a színház legyen népszínház. Mit jelent ez a fogalom ennek? Ez egy nagyon bonyolult
megint lehet sokat megkeveset. A Népszínház az a színház, amelyik eljut a néphez. Pontosan azokon a pontokon, ahol a közönség sokféle színház van egy városban, ott tudjuk, hogy a közönség is sokféle. Vannak olyan nézők, akik inkább a marginális dolgok felé érdeklődnek, van, aki azt mondja, hogy nekem van elég bajom otthon, egész héten nyüglődöm, én szórakozni akarok menni a színházba, én azt gondolom, hogy ez mind a nép, vagy más néven a polgárság, vagy a lakosság. Azt nevezem népszínháznak, ami az egész lakosságot, az összes potenciális nézőt egyszerre célozza meg, és olyan a műsorterve, olyan a minősége, hogy ez mindenkihez el tud jutni az adott területen. Ahogyan ön is mondta, direktor úr, lesznek nagy nevek, rendezők, vendégszínészek, ők hozhatnak-e, vagy vonzhatnak-e új közönséget, vagy új színházba látogatót? Egy adósságom van ebben. Tehát mostanában sokat beszélünk a nagy nevekről, de én azt gondolom, hogy a legnagyobb erősség ennek a színháznak a már meglevő társulata. És az a társulat erős és jó, és nagyon szeretik a városban. Tehát amikor kitűzzük például a Csárdás királynőt, amit 100% nyíregyházi produkció, vagy az Anconai szerelmesek egyet-kettőt, lábon el kell. Tehát nem arról van szó, hogy itt külső segítség kell a társulathoz, van egy erős, jó társulat. Igazából arról van szó, hogy a társulatnak önmagának is szüksége van arra, hogy új impulzusok érjék, új dolgokkal találkozon, attól meg még jobb lesz, és azt gondolom, hogy ezen felül valóban, hát ne feledjük el, hogy ebben a világban, amiben élünk, igenis van egy ilyen celebinség, tehát hogy a jó nevek, annak az ismert nevek, azok vonzzák a közönséget, és azt gondolom, hogyha ebben bizonyos nézőket megtalálunk, az amúgy jó társulatra eddig nem voltak kíváncsiak, bejönnek és rájönnek, hogy hú, de jó ez a nyíregyházi színház, ide fogok járni máskor is. Minőségi színházat, minőségi előadásokat szeretnél, kevesebb előadás szám is lesz, emiatt, hogy minőségibb legyen egy-egy darab. Ugye az emberek mindenben a minőséget keresik, hogyha úgy nézzük, hogy a kultúra is egy árucikk, egy termék, akkor minőséget szeretnének, de elérhető áron. Hogyan fogják ezt így megkapni együtt? Hát pontosan azért csökkentettük a bemutatók számát is, hogy ezáltal pénzek szabadulnak fel, azt bele tudjuk tenni a többi bemutatóba. Másrészt ugye hát mi is pénzből élünk, és az a tervem, vagy az a tervünk a színházzal, hogyha jobbak lesznek az előadások, akkor többet tudunk játszani bérletszünetben, és a bérletszünetes előadásoknak például a nagyobb az árbevétele. Illetve van egy olyan kezdeményezés is, több is van, nem tudom mennyi az idő. Egyrészt játszunk idén szilveszterkor is fogunk játszani, a két ünnep között kifejezetten készítünk egy nagyon jó szilveszteri estét, még az titok, hogy kivel, ki lesz a középpontjában, egy nagyon ismert személyiség lesz ennek a középpontjában, ahol például azt gondolom, hogy sokan lesznek rá kíváncsiak. Aztán lesznek olyan programjaink, amik nem klasszikusan a színházhoz tartoznak. Lesz Pécsi Ildikónak egy beszélgetős műsora, ahol a nemzet színészeivel beszélget, mondjuk Bodrogi Gyulával, Eszenyi Enikővel, Hegedűs Déi Kézával, olyanokkal, akik kötődnek is a megyéhez, vagy a környékhez. Ez is azt gondolom, hogy egy olyan exkluzív szolgáltatás, amire plusz bevétel lesz belőle. Lesz olyan estünk a stúdió, vagy Bor és Kultúra, amikor egy-egy neves költőt, Váradi Szabolcsot, Lator Lászlót meghívjuk, de összekötjük egy borkostolóval, tehát ez is egy csomó olyan dolgot szeretnénk, ami kiszélesíti azt a réteget, aki eljön a színházba, és hát ezt természetesen majd igyekszünk pénzért adni, és ezt a pénzt visszaforgatni a színház munkájába. És mindez szeptembertől, de szeptember előtt még augusztus végén a Vidor Fesztivál, ami egyfajta előszele a színházi évadnak, és hát egy picit attól több, mert hogy ugye a koncertek és a kísérő rendezvények sokasága várja a közönséget, több mint 400 féle fajta program, rengeteg előadás a kőszínházban, és hát nagy nevek a kinti koncertszínpadon. Hogyan összegezni, már csak nagyon rövid idő van rá. Nagyon rövid idő, hát csak pár nevet mondanék. Lesz Quimby, lesz Kis Csillag, lesz Olcsó Macsó, Katona József Színház, Centrál Színház, Tália Színház, a világzenei színpadunkon nagyon magas a színvonal, nagyon jó vígjátékok lesznek, tehát azt a színvonalat hozza a Vidor, amit eddig is megszoktunk, sőt, talán még jobbat is. Illetve még egy újdonság van, nagyon megújult a Vidornak a honlapja, amit a www.vidor.eu-n lehet megtalálni, és ott nagyon korszerű, modern honlap van, tehát minden programot, minden előadót, mindenkit meg lehet rajta találni. És szeretettel várom mindenkit. És szerdától már jegyeket is lehet kapni a Vidor Fesztiválra. Egy kicsit ebben trükköztünk, mert ugye hála Istennek ez mindig úgy van, hogy szerdán hajnalban már állnak sor
sorban nézők kiszékeken a jegypénztár előtt, és mire sorra kerülnek, addigra interneten elhappolják a jegyeket, ezért azt a változtatást eszközöltük, hogy szerdán reggel 7-kor nyit a pénztár, és amikor bezár a pénztár, délután 5-től lehet interneten is rendelni, így bízunk benne, hogy azt mindenki egyhez jut, aki szeretne. Biztos nagy lesz a forgalom. Köszönjük szépen, igazgató úr, hogy itt járt nálunk. Én köszönöm az érdeklődést.